20. születésnapját ünnepli ebben az esztendőben a bajai székhelyű Axia Kft. És hát ez az esztendő, ez dupla ünnepség is egyben. Igen, kettős jubileumot ülünk az idejében, hiszen a cég alapításának ünnepeljük idén tavasszal a 20. évfordulóját, illetve aki ismeri az Axia Kft-t, az ismeri vélhetően az Axia szakmai napokat is, amit éppen 10. alkalommal fogunk idén tavasszal megrendezni. És hát 3. alkalommal rendezik meg itt Baján, a Délvidék központjában. Igen, ez külön öröm nálunk is, ahogy a tavalyi évben, illetve az előtte való évben is ezt kifejtettük és megerősítettük. Hosszú távú stratégia részeként került ide Bajára. Itt szeretnénk hosszú távon Baján tartani ezt a rendezvényt, és úgymond mind időben, mind helyszínben Dél-Magyarország egyik legnagyobb ilyen jellegű mezőgazdasági gép, illetve műszaki szolgáltatásokkal foglalkozó kiállítását kívánjuk itt felépíteni. Számos újdonságot láthatnak majd az ide látogató termelők, gazdák. Új motorok jelentek meg a mezőgazdasági erőgépgyártásban. Miben mások ezek a motorok, mint a korábbiak? Ismét egy kategóriával följebb lépett a motorokkal szembeni károsanyag kibocsátási elvárásoknak az előírásai, és ez azt jelenti, hogy Euro 4-es, TIR 4-es motorok kerülnek használatba. Ez nyilván egyik oldalról jelent a környezetvédelem, a környezet megóvása szempontjából egyfajta előrelépést, hiszen jóval kevesebb károsanyagot fognak kibocsájtani ezek a motorok, a másik részről pedig nyilván ez együtt jár egyfajta műszaki színvonal növekedéssel. A válság ellenére nem álltak meg a fejlesztéssel a betakarító gépek területén sem. Tavaly ünnepeltük, tavaly novemberben, én azt gondolom, hogy Európa és világhírű gyártócég, ez végülis a világ, azt lehet mondani, a negyedik legnagyobb mezőgazdasági gépgyártó cég, ez a Class, és az Axiának a 10 éves együttműködésének évfordulóját, és ugyanúgy, hogy az összes többi cég, így a Class sem áll meg, és a tavalyi év őszén került bemutatásra, elsősorban akkor Nyugat-Európába, a Class kínálatának a csúcsát jelentő kombány szériának a megújulása, ezek a gépek, ezek tulajdonképpen most márciusban lesznek először fizikailag is foghatók és láthatók itt Magyarországon. A munkagépek területén milyen újdonságok várhatók itt a bajai kiállításon? Két érdekességet szeretnék említeni. Az egyik egy német gyártónak, a Horsnak egy új vetőkultivátora lesz, ami elsősorban a nagyobb üzemeknek nyújt majd lehetőséget, ami érdekessége, hogy itt egyszer talaj megmunkálásra, vetésre, illetve ugyanezzel párhuzamosan műtrágya kijuttatása is lesz lehetőség, tehát egy kombinált gép egy menetbe, illetve egy magyar gyártónak a termékét említem még, ez egy gyomfésű, ez a Frames gyárnak a terméke. Ha a költséghatékonyságról beszélünk, itt nem üzemanyag vagy egyáltalán menetszám megtakarításra nyílik lehetőség, hanem magának a kijuttandó növényvédőszernek a mennyiségét lehet csökkenteni, hiszen itt a gyomokat nem különböző növényvédőszerrel, hanem mechanikusan egy gyomfésűvel lehet eltávolítani. Már az elmúlt évben is vendégeket hívtak a kiállításra, most is ezt teszik. Kiket? A látogatókon túl lehetőséget nyújtunk és kínálunk, és tettük ezt tavaly, és megtesszük idén is azoknak a partnereinknek, akik valamilyen módon egyszer a gasztronómiához kapcsolódnak, tehát valamiféle félkész készterméket állítanak elő. Ez az egyik, illetve azoknak a partnereinknek, akikkel a cég valamiféle együttműködést folytat. Gondolhatok itt bármilyen jellegű növényvédős vagy vetőmagos cégre, vagy akár szakújságokra. Egyáltalán a cél, illetve a törekvés az a mi részünkről teljesen tiszta. Azt a piacot, azt a 20-20 pár ezeres piacot, ami potenciálisan itt eljöhet a 3 nap alatt, és egy szakmai közönséget jelent, ezt kívánjuk ezekkel az emberekkel, hazai vállalkozásokkal megosztani. Jöjjenek ők is el, színesítsék a mi kínálatunkat, a rendezvénynek a kínálatát, és hogyha tudnak, akkor profitáljanak ők is az ide látogatók érdeklődéséből. Minden évben óriási siker a szakmai napok alatt a gépshow. Az idén lesz-e? Nincsen Axia szakmai napok gépshow nélkül, így lesz az idén is. És visszatérve az első föltett kérdésre, a jubileumra, ezt a 20 éves cégalapítási jubileumot szerettük volna egy picit megfejelni azzal, hogy nem csak egy gépshow lesz, ami elsősorban a cégnek az újdonságaira koncentrál, és ezt járja körbe egy ilyen jó egyórás programon keresztül, hanem ezzel párhuzamosan lesz egy szabadtéri építőipari gépshow is naponta 2-szer.